múltéten elmeséltem egy történetet, és kecálban mondták, hogy nem nagyon értették, mert egy mondat véletlenül. Jaj, még egyszer elmondod? Nem. Csak azt de most mindenki más értette, most két-három ember miatt elmondod meg. Egy mondat hiányzott belőle. Az a mondat hiányzott belőle, hogy többször bedobtam pénzeket, amik már benn voltak, és hogy még egyszer nem mentek bele, hogy ez hogy volt. Azért volt, mert... Mert csak egy percig lehet... Tökre értem, komolyan! Mond. Jobb, mint a vonó sajókán, ez jobb. Hogy többször dobáltam bele pénzeket, amik nem jöttek ki, mert voltak már benne, meg mi van? Nem voltál itt, hiányoztál. De nem szokták pasolni. Most elkényszerítettek a társait, hogy gyorsan mondjam. Az a lényeg, hogy... Milyen társaim? Egyedül vagyok. Milyen társaim? Kérlek, ne szólj bele. Én már így beszél a bűntársait. Ez a börtön szlogen így. Mert többször meséltem, hogy 460 forintot kellett beledobnom, és hol 310 volt benne. Úgy, ezt tarthatom először. Azon gondolkodtam, hogy gyakorlatilag a te életedben a heti hetes, ez egy beszélő. János, azt kell gondolni, Alföld Robert, Hajós András, FT Vadar. Fiatal korú. Ajaj. Istenem. Szóval dobáltad be, volt, aki bement ki. 460-at kellett bedobálnom, és hol 310 volt benne, meg hol 410, mert azt elfejtettem mondani, hogy egy percet ad a bedobásra, és addig nem dobott be az összeset. Hát visszaadja az egészet. Visszamentem nulla, nem, de a társas játékba. Tehát... De egy percet alatt minden meg a nulla. Beledobálni 310. Azért, mert egyes 100 forintosokat nem vesz be, akkor földhöz kell venni őket, meg ütögetni kell, és ha túl soká ütögeted, akkor kijön az egész. Hányat robbantottál, kész? Jön a krupé, hozza a zsetonokat. Te, aki a sportot annyira szereted és tiszted és érted, te miért nem vagy hajlandó elfogadni, hogy egy új világban egy versenyszemlélet, van támadó idő, hát az 20 másodperc. Az alatt, ha nem tudsz pontot dobni, akkor vesztettél. De hagyjad, hogy beszéljen. Csak igen, expozíciónak szántam, mert úgy látszik, tényleg én leszek az utca hülyéje. Nem! Következő történt velem. Na, ugye az ember parkolni akar, akkor elmegy az automatához, bedob pénzt, most tegyük fel, hogy ez egy jó automata volt, bedobtam a pénzt, és visszavittem, hogy ezt betegyem. Igen ám, de egy kis szél volt az utcában. Megőrülök? Hogy ennyi mindent történjen. Csak neked jött egy pesti kocsival jár. A cunami! Elvittem. Igen? Most nem volt meg a kocsin, mely éget. Most hülyét csinálhatok belőlem? Nem. Mindenki más betette, akkor Pártai Lucsira azt mondta, most jön egy olyan, hogy téged elfújta a szél. 100 000 sorstársam van, aki már járt így. Már a következő. Szaladgáltak a parkolójegy után. A következő kérdés, hogy visszamész a kocsithoz, kinyitod, ezt oda teszed már ugye. Kulcs, hol van? Ugye a műszerfalra teszed. Az a Bibi-nél modern már. Ráteszed a műszerfal és becsukod. Igen. Kérem, ebben a nagy célban hogy értél vissza a kocsihoz? Kérem, a védencemet hagyják, hogy végig vissza. Ebben a nagy célban, kérek szépen, balánszor becsuktam az ajtót. Kiepült. Nem. Ez ilyen. De hogyha fúj a szél, akkor ez ilyen. Négyszer büntettek meg, eddig 10-valány ezer forintomba került ez a fordulat. Üld le! Tessék leülni! Nem hülyéskedek, várjál, tanulni vannak, 9-szer fordította meg a szél, és már ketten álltak mellettem, és dukoltak, és tippeket adtak, hogy csukjak az ajtót. Én tisztellek, becsülete, tényleg a szellem embere vagy. Én itt parkolok Magyarországon 78 éve, ugyanezzel a metódussal, ez az egy van, és mindig beteszem, becsukom, úgy marad. Telefonos parkolás kérdés. Ez könnyű. De én ugyanilyet kapok, hát gondolod nekem betonból adjál. Elmegyek veled egy szélcsatornába. Szélcsatornába? Kipróbáljuk. Elmondom, hogy szerintem a Teddy hogy parkol. Elindul reggel, körbejár előtt a gyalog az automatákat, mert nem lehet beledobni. Előtt a válogatottan számít, talált hármat Budapest egész területen. Utána megnézi az interneten, hol van célcsatorna. Oda beparkol, és... Így nagyon melós, én tök előzem. Erről nem kéne egy filmet csinálni. Megy a Teddy. Főge jó kaját!
menjél meg, pici macskó, nem menj meg. Este menjél hozzá, hogy hányan állnak sorba ilyen büntetéssel, hogy fordítva volt ez a rohadt cetli. De akkor mondok valamit, hogy most alakom, hogy egy jercetit tartsál, megfordíts le, és nem kell többet játszani a számban. Hát úgyis megfordul. Na, hát, és a fordító raknád be? Akkor a szép... Várjál, nem jó! Nem jó! Miért nem jó? Mert itt négy lábon... Tukát fordulj! Na jó, tegyenek egy autista van a kocsiban, hát! Próbáld majd ki, hogy itt négy lábon áll, de arrafelé görbül, amelyre fújja. De ha arra fújja, arra nem gondoltál, hogy megfordítanád így? Hogy öntapadósra nyomják ezt a szart? Nem, egy kicsit nehezebb. Ezt is makargathatjuk az autópályát. Telefonos parkolás. Hogy nyolni, vagy nem tudom. Nyolni jó. Az meg mindig foga az lenne neki. Most ne haragudj, ezek után tudod, hogy egy szél egy telefont hogy meg tud fordítani? Itt olyan problémák lesznek. De egyébként a... Egyébként én most tényleg most a legkomolyabban mondom, Teddy, levontam a végső konklúziót ebből, tényleg, de mi a szar éri össze otthon?